No, akkor elkezdjük. Látom, hogy lényegesen kevesebb megoldás érkezett a házi feladatokra, mint legutóbb. Nem vagyok teljesen meglepve, azt megmondom. Úgyhogy különösen indokolt, hogy megnézzük őket. Kezdjük a könnyebbikkel, az első házi feladat. Ugye úgy szólt, most talán egyik helyre A-kkal, másikra X-ekkel írtam, mindegy, mondjuk csináljuk X-ekkel. Tehát úgy szólt a házi feladat, hogy XYZ az három valós szám, és a következő egyenlőtlenséget kell belátni, hogy 2X négyzet plusz XY per Y plusz négyzetgyök zx plusz z a négyzeten, és ez ciklikusan, hát most azért kiírom, tehát 2y négyzet plusz yz per z plusz négyzetgyök xy plusz x a négyzeten, és a harmadik tag 2z négyzet plusz zx per x plusz négyzetgyök yz plusz y a négyzete. Na most már múltkor is sok ilyen ciklikus egyenlőtlenséget írtunk föl, tehát ahol van valami dolog, és az aztán ciklikusan ismétlődik. Mivel ma még többet fogunk ilyet, illetve szimmetrikusakat fölírni, egy teljesen exakt jelölés egy ilyenre az, hogy azt írom, hogy szumma ciklikus, de és utána csak az első tagot írom ki. Persze tudom, hogy három változó van, hogy XYZ, és akkor értelemszerűen elkészítem a belőle ciklikus permutációval adódó másik két tagot. Tehát ezt a hosszú szummát rövidebben, de teljesen egyértelműen így jelölhetjük. Ugye? És akkor mindenki, aki látja ezt a jelölést, hogy ez egy ciklikus összeget kell képezni, az tudni fogja, hogy milyen további tagokat kell legyártania. Na, és az volt az állítás, hogy ez nagyobb egyenlő, mint egy. Fiúk, csukjátok be az ajtót, ha lehet. Vagy. Na, hát először is újra az a taktikánk, ami már volt korábban, hogy külön-külön bánunk el a három taggal, jelöljük őket nagy X, nagy Y, nagy Z-vel, és igyekszünk valami olyat csinálni, ami a ciklikusság figyelembe vételével majd nagyba leegyszerűsödik. Ez a generál terv. De hát mik legyenek a tervnek a részletei? Ugye, és itt most pont az ilyen trükköket próbáljuk fölfedezni, amik segítenek nekünk, hogy a megoldáshoz vezető utat megtaláljuk. Ugye ebbe az egész dologba azt hiszem mindenki egyetért abba, hogy a furcsa dolog ez a négyzetgyök zx, illetve a megfelelő ciklikusak. De ez nem csak hogy a furcsa dolog, hanem ennek a látványa rögtön sugallja, hogy itt alig, hanem erre a nevezőre, Érdemes lesz egy Kósi Bunyakovszkit alkalmazni. Ugye ez nagyon úgy néz ki ezek után, hogyha ez eszünkbe jut, hogy ez itten egy skalárszorzat, annak a két vektornak a skalárszorzata, ugye az egyik az, hogy négyzetgyök y, négyzetgyök z, a másik meg az, hogy négyzetgyök y, de a második tag az négyzetgyök x, a harmadik négyzetgyök z. Ugye ennek a kettőnek épp, ami itt a zárójelben van, az a skalárszorzata. Hát akkor írjuk föl erre a standard Kósi-Bunyakovszki egyenlőtlenséget, azt kapjuk, hogy ezeknek a négyzet összege, vagyis y plusz 2z,
szorozva ezeknek a négyzet összege, vagyis x plusz y plusz z, azt mondja a Kósi Bunyakovszki, hogy az nagyobb egyenlő, mint az a négyzet, ami ott a nevezőben látszik. Tehát mint y plusz négyzetgyök zx plusz z a négyzete. Ez teljesen, hogy mondjam, kvázi kötelező, hogy ezt valaki fölírja, aki ezt látja, mert a nevező a furcsa, de a nevező másrészt sugalmazza, hogy esetleg milyen egyenlőtlenséget kell rá alkalmazni, megcsináltuk. Na most találtunk valamit, ami nagyobb, mint a nevező, nagyobb egyenlő, a Kósi Bunyakovszki szerint, tehát ha ezt írjuk be a nevezőbe, akkor az egész tört, az csökken. Tehát azt ott tartunk, hogy ez a nagy x, most már látjuk, hogy ez nagyobb egyenlő, mint 2x négyzet plusz xy, azt már mindjárt így írom, hogy x-szer 2x plusz y, bár nem lenne muszáj, de hasznos lesz. És hát itt van az új megnövelt nevező, x plusz y plusz z, szorozva y plusz 2z. Na most egy másik reflex, ami tanácsos, hogy reflex legyen. Ha egy olyan törtet láttok, aminek a nevezője egy szorzat, mondjuk teszem azt 1 per k-szor k plusz 1, akkor az embernek mindenképp érdemes, hogy eszébe jusson, hogy ez könnyen lehet, hogy egy különbségből adódott. És ez például tényleg nem más, mint 1 per k mínusz 1 per k plusz 1. És az, hogy az ilyen törteket átírja az ember különbségre, az nagyon sok esetben igen hasznos. Ugye hadd mutassak egy illusztrációt pont erre. Ugye mindenki tudja, hogy 1 per 1 a négyzeten, plusz 1 per 2 a négyzeten, plusz 1 per 3 a négyzeten, plusz stb. Ez a végtelen sor. Még ha nem is tudja a bizonyítását, de valahol már csak-csak találkozott azzal, hogy ez pi négyzet per 6. Ez egy viszonylag nehéz dolog. Ezzel szemben az a hozzá látszólag nagyon hasonló végtelen összeg, hogy 1 per 1 szer 2 plusz 1 per 2 szer 3 plusz 1 per 3 szor 4 plusz stb. Az borzasztó könnyű. Mert ezzel az átalakítással látjuk, hogy ez a tag, ez 1 mínusz 1 ketted, a következő tag az 1 ketted mínusz 1 harmad, stb. Tehát, hogyha elmegyünk valameddig az összeadással, akkor az van, hogy 1 mínusz 1 per n, és hogyha az n tart végtelen, ez nyilván tart 1. Tehát ezt egy rántással fölírjuk, hogy ez 1, de azért, mert észrevettük, hogy egy ilyen úgynevezett teleszkópos összeg, tehát, hogy egymásba csúsznak a tagok és kiesnek. Na most pillancsunk rá erre itten. Nem lehetne ezt is így alakítani? Különös tekintettel arra, hogy ugye ez a kis modell mutatja, ugye itt azért áll majd fönn ez az egyenlőség, mert amikor közös nevezőre hozzuk ezt a két törtet, akkor a számlálók abból az lesz, hogy k plusz 1, illetve k, és annak épp 1 a különbsége. Na most, itt is, ha megnézitek, ez a 2x plusz y, ez hát, hogyha nem is ennek a kettőnek, de ennek a kétszeresének és ennek a különbsége. Tehát jó nyomon járunk, és a következő egyenlőséget kapjuk. Kiszámoljuk, hogy 2x per y plusz 2z mínusz x per x plusz y plusz z. Tehát ezt a nagy x-et így lebecsültük. És ugyanígy lebecsüljük ciklikusan a nagy y és a nagy z-t, és azt kapjuk, hogy a nagy x plusz nagy y plusz nagy z
Az biztosan nagyobb egyenlő, mint ez az összeg, ez is egy ciklikus összeg, most gyakoroljuk a ciklikus összegeket. Hogy szumma ciklikus per 2x, 2x per y plusz 2z, ugye, és ez egy háromtagú összeg akkor. És mikor ezt a hármat összeadjuk, ugye egyszer x, egyszer y, egyszer z van a számlálóban, de a nevező mindig ugyanaz, tehát az egy mínusz 1. És azt kéne belátni, hogy ez nagyobb egyenlő, mint 1. Vagyis átrendezve és kettővel leosztva, azt kéne belátni, hogy x per y plusz 2z, na most nem írom ciklikusan, hanem y, kiírom részletesen, plusz y per z plusz 2x, plusz z per x plusz 2y, nagyobb egyenlő 1. És hát ezzel például a hasznos lemma segítségével elbánunk. Ugye ez borzasztóan hasonlít ahhoz, ami a Nesbit egyenlőtlenségre volt, csak itt kettők vannak, de hát az senkit nem zavar. Ugye ezt bővítjük x-el, x négyzet per x-szer y plusz 2z, és ugyanúgy a másik kettőt bővítjük y-nal, illetve z-vel, és akkor a hasznos egyenlőtlenség azt mondja nekünk, hogy az nagyobb egyenlő, mint x plusz y plusz z a négyzeten, per a három nevezőnek az összege, ezeknek a bővített nevezőknek az összege, ami meg éppen háromszor xy plusz yz plusz zx. És azt kéne belátni, hogy ez nagyobb egyenlő 1, és ezzel már számtalanszor találkoztunk, ez átalakítva azzal ekvivalens, hogy x négyzet plusz y négyzet plusz z négyzet, hogy az nagyobb egyenlő, mint xy plusz yz plusz zx. Kész. Egyenlőség, ha végignézitek, akkor és csak akkor áll fönn, hogyha mind a három szám egyenlő. Nem? De hát amikor itt tartottunk, akkor már persze rég kész voltunk, hogyha ismerjük a hasznos lemmát. Ha nem ismerjük, akkor lehet bonyolultabban is csinálni. De a hasznos lemma, hát az tulajdonképpen a Cauchy-Bunyakovszkijnak egy variációja, csak egy olyan variáció, ami gyakran sokkal jobban kézre áll. Az igazi ötlet az itt volt, hogy ez sugallta nekünk, hogy a Cauchy-Bunyakovszkijt alkalmazzuk. Jó, szóval ez azért nem volt olyan nehéz. Jó. Még egyszer mondom, ez a hasznos lemma, például közületek valaki ott ül az olimpián, és éppen oldja meg a feladatokat, és használja a hasznos lemmát, ezt ne tekintsétek közismertnek. Tehát, és pláne ne, hogy egy useful lemma, hanem azt az egysoros bizonyítást akkor oda kell írni, amit én elmondtam a múltkor. No, a másik házi feladatot egy kicsit később beszéljük meg, az nagyobb felkészülést igényel. Na most ahhoz a másikhoz egyébként én azt mondtam, hogy célszerű tudni a Schur-lemmát, de az derült ki, hogy az nem annyira közismert a Schur-lemma, úgyhogy talán gyorsan ismerkedjünk meg vele közelebbről. Hogy mit mond a Schur-lemma, azt már múltkor fölírtam. Az azt mondja ki, hogyha nekem van három x, y, z, mondjuk nem negatív valós számom, és van egy valós R-em, ami mondjuk pozitív, erre majd még visszatérek, akkor a következő dolog igaz, hogy x ad R szer x minusz y szor x minusz z plusz, és hát megint írhatnám azt, hogy ciklikus, de hát Isten neki kiírom. Y ad R szer y minusz z szer y minusz x plusz z ad R szer z minusz x szer z minusz y, hogy ez nagyobb egyenlő, mint nulla.
Na most, mint majd mindjárt látni fogjátok, ez nagyon könnyű tulajdonképpen. Súrról elnevezetlen ma. Ahhoz képest meglepő, hogy milyen hatékonyan lehet alkalmazni. Először bizonyítsuk be. Most, ha megfigyelitek, ezt ugyan jogosan mondtam, hogy ez egy ciklikus összeg, ugye a XYZ-t körbe tologatjuk, és így úgy kapjuk meg, de ezzel az erővel erre mondhattam volna azt is, hogy ez egy szimmetrikus összeg. Mert az XYZ-t akárhogyan permutáljuk, önmagába megy át. Tehát nem csak a ciklikus permutációkra, hanem mondjuk az Z-t fixen hagyom, és az X-et és az Y-t fölcserélem, akkor ugyanezt az egyenlőtlenséget kapom. Ugye el tudom mondani ilyen betűk használata nélkül, hogy akár melyik változónak az R-edik hatványát megszorzom azzal a két tényező szorzattal, hogy őt kivonom a másik két változó mindegyikéből. Ugye? És így fogalmazva látszik, hogy nincs semmilyen sorrend kitüntetve. Vagy. Ennek az az előnye, hogy ezt mindig okvetlenül érdemes észrevenni, hogyha egy kifejezés szimmetrikus, de hogyha ezt észrevettük, akkor mondhatjuk azt, hogy föltehetjük, hogy x nagyobb egyenlő y nagyobb egyenlő z. Mert legfeljebb permutáljuk őket, és akkor igaz lesz, és az egyenlőtlenség meg ugyanazt mondja. Na most, ha ezt csináljuk, akkor azt érdemes észrevenni, hogy ez a dolog úgy néz ki, van először is ez a tag. Ami nyilván pozitív, illetve hát egész pontosan nem negatív, hiszen az x nagyobb egyenlő, mint az y, és az x nagyobb egyenlő, mint az z. És mindegyik nem negatív. Tehát ez a tag egymagában nyilván nem negatív. Na most a másik két tag valamelyike negatív lesz, de szerencsére nagyon könnyű látni, hogy a kettőnek az összege az szintén nem negatív. A trükk az, hogy kiemeljük azt, ami mind a kettőben megtalálható, vagyis az y minusz z. És akkor marad az, hogy y ad r szer y minusz x mínusz z ad r szer z minusz x. Ugye, mert kiemeltem az z minusz y, de y minusz z lett belőle, tehát itt megjelenik egy negatív előjel. És akkor itt egy különbség van, de hát hál' Istennek az y nagyobb egyenlő, mint a z, tehát az y ad r az nagyobb egyenlő, mint a z ad r, és az y minusz x, hogy van az? Ezt akartam? Azok negatívak. Pillanat. Lehet, hogy árnyékra vetődöm, de ugye? Ez továbbra is pozitív, mert most ez mind a kettő negatív. De a szorzatuk pozitív, illetve hát ezt most egyszerűség kedvéért mondom, hogy pozitív az mindig nem negatívat jelent. És ez meg, most az z-y-t emeltem ki, úgyhogy ez stimmel, de itt megváltozik az előjel, és valóban az z nagyobb, mint az y, tehát ez nagyobb, mint ez, pozitív, és az z minusz x nagyobb, mint az y minusz x, és az is pozitív.
Tehát ez a trükk, hogy így csináljuk ebbe a látszólag természetellenes sorrendbe, mert az x nagyobb y nagyobb z-re kapunk nyilván pozitívat, de erre is azt kapjuk, és így más stimmel a dolog. Na, úgyhogy, mint mondtam, ez igazán nem egy bonyolult bizonyítás, és ha megnézitek, az is rögtön kiderül, hogy valójában óriási tartalékok vannak ebbe a dologba, mert mint látjátok, itt nem volt igazán fontos, hogy épp x az erre, az a függvény, vagy segédfüggvény, amit használunk. Nyilván helyette jó lenne bármi olyan függvény, amit itt használni tudunk ebbe a lépésbe, tehát ami monoton növekvő, ugyanúgy, mint a x az erre. Sőt, az igazság az, hogy még az se kell, hanem ide tetszőleges 3 ABC számot írhatunk, ami nem függ az XYZ-től, csak az a lényeg, hogy az ABC meg az XYZ ugyanúgy legyenek rendezve. Tehát, de ezzel együtt ez az alakja az, ami gyakran használható, mert gyakran botlunk olyan egyenlőtlenségbe, amiben ilyen dolgokat kell nézni. Na, ennyit a súrlemmáról. Ja, azt mondtam, hogy itt még visszatérek erre, hogy az R nagyobb, mint nulla. Hát ez csak egy ilyen óvatossági rendszabály, mert ha itt megengedem a XYZ valamelyikének, hogy nulla legyen, akkor ha az R-nek is megengedném, akkor szembesülnék azzal, hogy mi az, hogy nulla a nulladikon, amit nem lehet jól definiálni. De hogyha nem, tehát például, hogyha csak pozitív XYZ-ket használok, akkor bátran vehetem azt is, hogy erre egyenlő nulla, tehát ez itt mindegyik egy, tehát mintha így se lennének, és akkor lényegében pontosan ugyanezt visszakapjuk. Tehát erre egyenlő nullára is igaz a dolog. Ezzel az óvatossággal. És ahogy azt múltkor mondtam, érdekes dolog, hogy egyenlőség nem csak abban a kézenfekvő esetben teljesül, hogyha mind a három egyenlő, az XYZ, hanem abban a másik, kevésbé nyilvánvaló esetben is, amikor az XYZ közül kettő egyenlő, a harmadik meg nulla. És ezt érdemes azért megjegyezni, mert hogyha egy olyan egyenlőtlenségbe botlunk, ami valamilyen kivételes egyenlőség esetet is produkál, nem csak a kézenfekvő mind a három egyenlőt, akkor jogosan gyanakszunk, hogy talán a súrlemmát kellene használni. No, ez volt egy dolog, amire azt állítottam, hogy a másik házi feladatban jól használható. Most gyorsan végiglapoztam, és nem láttam túl sok megoldást a másik házi feladatra, úgyhogy azt majd mindjárt megbeszéljük szintén. De előtte hadd mondjak még egy időnként nagyon jól használható egyenlőtlenséget, ami pont ilyen szimmetrikus összegekre van kitalálva. És ez pedig az úgynevezett Moorehead egyenlőtlenség. Na most ezt már kimondani is elég bonyolult, bebizonyítani még bonyolultabb. Megkísérlem mindkét dolgot végrehajtani, de némi türelemre lesz szükség, mert itt jelöléseket kell bevezetni, meg fogalmakat. Tehát, mint mondtam, szimmetrikus összegekre vonatkozik a Moorehead egyenlőtlenség, és egy szimmetrikus, úgy képzeljük el, hogy valami n-változós, hát nem biztos, hogy polinom, mert nem biztos, hogy a kitevők egész számok, de olyasmi, mint egy polinom. Tehát írjunk fel egy ilyen kifejezést, hogy szumma x1 ad alfa 1, x2 ad alfa 2, stb. Xn ad alfa n, és most ide nem azt írom, hogy ciklikus, hanem azt írom, hogy szimmetrikus. Először is, mit jelent ez, amit ide fölírtam? Ez azt jelenti, ezek az alfa 1 és itt tovább alfa n kitevők, ezek nem negatív valós számok, de nem biztos, hogy egészek. Bár nagyon gyakran egészek lesznek. Mondjuk, vegyünk egy példát, ugye hát itt az n akármi lehet,
Mondjuk az egyszerűség kedvéért vegyünk egy olyan példát, ahol az n egyenlő 3. És mondjuk ezt írom, hogy szimmetrikus x1 köb, x2 a négyzeten, x3. Na ez valójában, ez az elég jó kompakt jelölés, ez valójában mit jelent? Ez azt jelenti, hogy veszem ezt az egy tagot, hogy x1 köb, x2 négyzeten, x3, és veszem a, ennek a három változónak az összes lehetséges permutációját, tudjuk 6 darab van, és minden egyes permutációra felírom azt a tagot, amit kapok, hogyha azt a permutációt hajtom végre a változókon. Tehát gyorsan leírom, ugye ez a, ez a minta tag, de hát aztán van olyan, hogy ha az x1-et és az x2-t fölcserélem, hogy x1 négyzet, x2 a köbön x3, aztán van az, hogy a, mondjuk az x1-et és az x3-at cserélem föl, akkor azt kapom, hogy x1, x2 a négyzeten, x3 a köbön, aztán ha az x2, x3-at cserélem föl, akkor azt kapom, hogy x1 köbön, x2, x3 a négyzeten, és végül még van két ciklikusan körbeforgatott, tehát van az, hogy x1, x2 a köbön, x3 a négyzeten, és végül van az, hogy x1 a négyzeten, x2, x3 a köbön. Szóljatok, ha valamit elírtam, ami főleg azt jelentheti, hogy valamit kétszer írtam le. Ennek fejében egy valami kimaradt, de úgy látom, hogy 3, 2, 1, jó, ugye? Na, ez hát nem kétséges, hogy ez egy sokkal takarékosabb fölírás, de világos, hogy ez, ez mit jelent. Na most, ugye ez a példa is mutatja, hogy, hogy a sok-sok permutáció között, amire fölírom, biztos lesz egy olyan, ahol az x1-nek a kitevője a legnagyobb, értsd, hogy esetleg egyike a legnagyobbaknak, tehát lehet, hogy két egyenlő maximum van a kitevők között, stb. Tehát én mindig, amikor egy ilyen szimmetrikus összeget fölírok, akkor mindig kipécézhetem azt a tagot, ahol, ahol csökkenő sorrendben vannak a kitevők, tehát hogy az alfa 1 nagyobb egyenlő, mint az alfa 2, stb. Kényelmes lesz mindig azt használni. Na most erre egy még ennél is rövidebb jelölést szeretnék. Ugye ez, ez világos, hogy micsoda, de egyrészt belekáprázik az ember szeme, másrészt sokat kell írni. Ez már jobb, de hát ezt is még egyszerűsíthetjük, mert egyszerűen nyilván elég csak megmondani, hogy mik a kitevők, ha a jelölés megmondja, hogy ha ezeket a kitevőket látod, akkor akkor csináld ezt a szimmetrikus összeget. Tehát ezt a továbbiakban úgy fogjuk jelölni, hogy 3, 2, 1, ilyen szögletes zárójelbe. És akkor ez egy háromváltozós polinom, ami a 3, 2, 1 kitevőkkel készül szimmetrikus polinomként a x1, x2, x3 változóból. Illetőleg, és még egy icipici módosítás, hogy a 1 per 3 faktoriális szorzót még elérakom. És általában is, ha n változó van, akkor egy 1 per n faktoriális. Ennek kizárólag technikai oka van, mert majd a fölépülő bonyolultabb képletekben így az együtthatók egészek lesznek általában. Míg ha nem osztanék le már eleve 1 per n faktoriálisról, akkor az együtthatók tört számok lennének általában, és azokat kevésbé szeretjük. Tehát röviden, akkor ez a jelölés, hogy alfa 1, alfa 2, stb. Alfa n, ahol az alfa n tetszőleges nem negatív valós számok, ez akkor a továbbiakban ezt a tulajdonképpen igen bonyolult, de szép szerkezetű szimmetrikus polinomot jelöli, hogy 1 per n faktoriális szor szimmetrikusan x1 ad alfa 1, x2 ad alfa 2, stb. Xn ad alfa n. Jó? Ezek, hát ezeket, ezeket nevezhetjük szimmetrikus közepeknek. Ha megfigyelitek, például az, hogy 1, 0, 0, stb. 0, na az vajon micsoda? Hát ugye x1 az egyediken, a többi mind a nulladikon.
aztán a szimmetrikusság miatt van ugyanez x2-vel, satöbbivel, melyik hányszor van? Az x1 az rengetegszer fordul elő, mert rengeteg permutációt csinál abból, hogy x1-x1-et, jelesül az összes olyan, ami az x1-et fixen hagyja. Tehát a maradék n-1-nek tetszőleges permutációja. Tehát valójában ez a dolog azt jelenti, hogy n-1 faktoriális, ennyiszer kapom azt, hogy x1, persze az majd aztán el van osztva n faktoriálissal, szer x1 plusz satöbbi plusz xn. Vagyis x1 plusz satöbbi plusz xn per n. Tehát ez pont a számtani közepe annak az n számnak. Meg lehet vajon kapni a mértani közepet is? Hát a mértani közé azt állítom, hogy az 1 per n, satöbbi 1 per n. Az éppen a mértani közé. Gondoljuk meg, hogy miért. Mert veszem azt a tagot, hogy x1 az 1 per n-en, szer x2 az 1 per n-en, satöbbi xn az 1 per n-en, vagyis magyarán szólva az n-edik gyökét a szorzatuknak, és ezt fölírom minden permutációra, de hát az összes n faktoriális permutáció mind ugyanezt adja. És aztán még el is osztom n faktoriálissal, tehát épp azt kapom, itt pont van, tehát ugye ezt, amit most elmondtam, azt itt ki kéne fejezni képlettel, kifejezem képlettel. 1 per n faktoriális szor, szumma szimmetrikus, ez amit ide írtam, de ez valójában nem más, mint n-edik gyök, x1, és itt tovább xn. És akkor tudjuk, hogy ez mindig nagyobb egyenlő, mint ez, és egyenlőség csak akkor áll fönn, hogyha az x-ek mind egyenlő. Na most vajon, ugye most nem ez a nagyon speciális két választás, hanem tényleg mindenféle ilyen, hogy 3, 2, 1, stb. Ezek mind ilyen úgynevezett szimmetrikus közepek, és szeretnénk valami összehasonlítást tenni köztük, ha egyáltalán lehet. És pont ezt mondja meg a Moorehead tétel, hogy mikor hasonlítható össze két ilyen szimmetrikus közé. És ehhez szükség lesz egy definícióra, jelesül a kitevők, amik ugye egy rendezett szám n-es, nem negatív valós számokból, és megállapodtunk abba a konvencióba, hogy úgy írjuk őket, hogy csökkenő sorrendbe, tehát alfa 1, stb. Alfa n, és még az is nagyobb egyenlő, mint nulla. Most, ha van nekem, ezt rövidség kedvéért jelöljük ezt alfával, ezt a rendezett n-est. És mondjuk, hogyha van egy másik rendezett n-esem, béta, nyilván ugyanilyen, akkor most szeretném tudni, hogy mikor álljon fönn közöttük egy ilyen rendezési reláció, hogy a béta úgymond idézőjelben kisebb, mint az alfa. Ugye a béta az pedig az a rendezett n-es, hogy b1 és itt tovább bn, amikre szintén ez áll fönn, hogy b1 nagyobb egyenlő, stb. Béta n nagyobb egyenlő, mint nulla. Ezt szeretnénk a céljainknak megfelelő módon definiálni, ezt a egyenlőtlenséget. Némi iránymutatás a definícióhoz, hogy valószínűleg majd az kell, hogy kijöjjön, hogy ez megelőzi ezt, tehát hogy majd megkapjuk speciális esetként a számtani és a mértani középközti összefüggést. Mondom a definíciót. Azt mondjuk, hogy ez áll fönn. Hát először is a tisztánlátás, hát ugye mind a kettőben n darab van, ez már a jelölésből is látszik. Először is teljesüljön az, hogy az összegük, tehát szumma alfa j megy 1-től n-ig, az ugyanaz a kettőre. Ugyanaz, mint a szumma béta j megy 1-től n-ig. Tehát ott nem semmiféle egyenlőtlenség, ez a reláció eleve csak akkor lesz értelmezve, hogyha ezeknek a alfa, illetőleg béta kitevőknek az összege ugyanannyi. És most jön a definíció lényege, azt követeljük meg, hogy k egyenlő 1, 2,
stb. Egészen n-1, mindegyikére teljesüljön az, hogyha elmegyünk az összegzésbe k-ig, tehát az első k-nak vesszük az összegét az alfákba, illetőleg ugyanezt vesszük a bétákba, akkor az alfák összege nagyobb egyenlő legyen, mint a béták összege. Azért csak n-1-ig mondom, mert n-re az első feltétel azt mondja, hogy épp egyenlő. Nem, hogy nagyobb egyenlő, hanem egyenlő. Tehát speciálisan az alfa 1-nek muszáj nagyobb egyenlőnek lenni, mint a béta 1-nek. Ha például megnézitek, itt ez teljesül. Egy nagyobb egyenlő, mint egy pere. Aztán az első kettőnek itt az összege 1, itt 2 per n. Még továbbra is igaz, hogy nagyobb egyenlő. Satöbbi, még az utolsónál is, mikor az utolsó előtti tagig megyünk, akkor is egy meg sok nulla, az nagyobb, mint n-1-szer összeadva az 1 per n-et. És akkor még az utolsót is összeadjuk, akkor fönt is egy, lent is egy, tehát az első feltétel is teljesül. Tehát ez a definíció került bevezetésre, ugye, hogy megértsük, ez más, mint hogy tagonként hasonlítom össze. Mondjuk vegyük az alábbi példát, hogy 5, 2, 1, ez a rendezett hármas, ez a mi definíciónk szerint nagyobb, vagy megelőzi, vagy nem tudom micsoda, azt, hogy mondjuk 2, 4, 2. Pedig ennek a második tagja nagyobb. De az egész kisebb, mert 5 nagyobb, mint 2, 7 nagyobb, mint 6, és az összeg itt is 8, meg itt is 8. Hogy? Nem hasonlítható össze bármelyik kettő. Hát lehet, hogy amikor elkezdem a kezdő összegeket venni, ja, értem, hogy mit mondottak. Aha, aha, aha. Jó, mindjárt módosítjuk a példát. Semmi baj, semmi baj. Köszönöm, hogy szóltatok. 7, 2, 1, az megelőzi azt, hogy 4, 3, 3. Jó? Nem véletlen, hogy erről megfeledkeztem. Igen? De, szóval, ha nagyon precíz lennék, akkor azt kéne mondanom, hogy nagyobb egyenlő, vagy micsoda. Nem is ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy megelőzi. Erre akkor most talál ki valami nagyon bonyolult magyar kifejezés, hogy megelőzi, vagy egy helyen van vele, vagy stb. Azért ezt a rövidített elnevezést használjuk, hogy megelőzi, az, de nagyon helyesen mondod, ez határozottan fönnáll, hogy tetszőleges alfa n-esre, alfa megelőzi saját magát, ez szerint a definíció szerint. Mondom, ez annyival kényelmesebb azt mondani, hogy kisebb, mint hogy kisebb vagy egyenlő. Jó? És mondom, ez most már minden igényt kielégít, mert egyrészt mind a kettő tényleg csökkenő, másrészt a második itt nagyobb, noha összességében ez a úgymond kisebb. És azt kezdtem el mondani, hogy azért feledkeztem meg arról, hogy a 2-4-2 az nem elégíti ki a konvenciókat, mert valójában erre most csak ezeknél a definícióknál kell figyelnünk, mert Isten igazából, amikor fölírom a szimmetrikus polinomot, akkor valójában a kitevők bármely permutációját használhatom, ugyanazt a polinomot kapom. Tehát a rendezésre csak azért kell ügyelni, hogy amikor valami olyat mondok, ami például ezt a definíciót használja, akkor tényleg csökkenő, nem növekvő izék legyenek. Na, tehát bevezettünk a kitevőkből alkotott rendezett n-esek között egy rendezési relációt, illetve egész pontosan, bár nem ezt kérdezted, de én ezt is válaszoltam rá, hogy ami nem teljes rendezés, tehát nem olyan,
mint a valós számok rendezése, hogy bármely két valós szám közül az egyik nagyobb, mint a másik. Itt két ennes közül lehet, hogy egyik se előzi meg a másikat. Ugye valameddig vesszük az összegeket, és akkor az egyik vezet, de aztán még tovább vesszük, és akkor a másik vezet. A végén persze mondjuk egyenlő lesz, de attól nem tudjuk őket összehasonlítani. De ezzel együtt gyakran össze lehet hasonlítani. És most jön a Moorehead tétele. A Moorehead tétele a legteljesebb alakjában az azt mondja ki, Moorehead tétel. Mondjuk tovább kompaktifikáljuk a jelölést, hogy ez pedig a megfelelő polinomot jelenti, a szimmetrikus polinomot. Tehát amit eddig úgy jelöltem, hogy alfa 1, s a többi alfa 1. És a Moorehead tétele azt mondja, most már aztán igazán annyira kompakt, hogy csak na, hogy ez a polinom nagyobb egyenlő, mint ez a polinom, minden x1 és így tovább xn nem negatív helyen, akkor és csak akkor, hogyha a kitevőkre a megfelelő összefüggés fönnáll. Most ebből persze az igazán érdekes az, hogy ha a kitevők így módon összehasonlíthatók, akkor ez a szimmetrikus közép az kisebb egyenlő, mint ez a szimmetrikus közép. Még az is hozzátartozik az állításhoz, hogy nem csak, hogy ez kisebb egyenlő, mint ez, hanem az is igaz, hogy egyenlőség csak akkor áll fönn, hogyha az x-ek mind egyenlőek. Na most mondom, ez az állítás, és ez az, amit igazából szoktunk használni, de érdemes felfigyelni arra, hogy a másik állítás is igaz. Tehát, hogyha két szimmetrikus közép összehasonlítható, az csak azért lehet, mert a kitevők között fennáll az imént definiált reláció. Jó, tehát ne kísérletezzen senki semmilyen más közepek közti egyenlőtlensége, mert mindjárt mutatok ellenpéldát, mint a bizonyítás részét. Jó, és akkor rögtön látjuk, hogy tényleg speciális eset a számtani és a mértani középközti összefüggés, de hát rengeteg más, én majd mutatok példákat, ahogy az idő engedi. Na most, az egyik irány az nem túl időigényes, az általában nem használt irány. Nem, hogy nem használt, hanem elég sokszor ki sem mondják ezt az implikációt, pedig az is egy érdekes dolog. Tehát tegyük föl, hogy tényleg igaz az, hogy akármilyen x1 és így tovább xn választásra fönnáll ez az egyenlőtlenség. Be akarom látni, hogy akkor a kitevőkből alkotott n-esek között fönnáll a megfelelő reláció. Na most első választásnak helyettesítsük be azt, hogy minden x ugyanaz a rögzített, minden xj ugyanaz az x pozitív szám legyen. Akkor mit kapunk? Hát akkor ugye kapjuk azt, hogy x1 az alfa egyediken, vagyis x az alfa egyediken, szer x az alfa kettediken, szer stb. Szer x az alfa n-ediken, vagyis x ad szumma alfa adikon. Na de hát ezt hányszor kapjuk meg? N faktoriálisszor összes permutációra. Na de még aztán majd elosztjuk N faktoriálissal. Tehát ez a bal oldal, ez az lesz, hogy x ad szumma alfa j. A jobb oldal meg az lesz, hogy x ad szumma béta j. És az derül ki, hogy ez minden pozitív x-re fönnáll, hogy ez nagyobb egyenlő. Ez csak úgy lehet, hogyha a kitevők egyenlőek. Nem, hogy a kitevők között az egyenlőtlenség áll fönn, hanem muszáj, hogy ebből következik, hogyha minden x pozitív számra ez a dolog fönnáll, ebből következik, hogy szumma alfa j egyenlő szumma béta j. Miért? Mert először veszek egy x-et, ami nagyobb, mint egy, akkor az, hogy ez a hatvány nagyobb egyenlő, mint ez, az garantálja, hogy az alfák összege nagyobb egyenlő, mint a béták összege. Aztán meg veszek egy x-et, ami kisebb, mint egy,
és akkor egy egynél kisebb számnak akkor nagyobb a hatványa, ha az a kitevő az kisebb, egyenlő. Jó, tehát egy x nagyobb egy helyettesítés, és egy x kisebb, mint egy, tetszőleges. Ilyen két választás megadja, hogy a szumma alfa és a szumma b mindegyik nagyobb egyenlő, mint a másik, tehát egyenlő. Tehát kijött, hogyha egyáltalán valami összehasonlíthatóság van két ilyen szimmetrikus közép között, akkor ennek már muszáj teljesülnie. Na most lássuk be a másik feltételt. Tehát, hogy az első k alfának az összege az legalább annyi, mint az első k darab bétának az összege. Hát arra a célra pedig vegyük azt, hogy x1 egyenlő, stb. Egyenlő xk egyenlő x, valami nagyon nagy x. És a többi xk plusz 1, stb. Xn, az meg legyen 1. Akkor mit kapok? Akkor, mikor azt a tagot veszem, hogy ezeket, ezt alfa 1-re, stb. Ezt alfa k-ra, akkor kapom, hogy x a szumma alfa j, j megy 1-től k-ig, és szorozva egy csomó egyes a valahanyadikon. Tehát ez a tag, na most minden más tag tehát minden olyan, egész pontosak legyünk, ezt nyilván megkapom k faktoriálistól ezt a tagot, mert mikor az első k változót akárhogy egymás közt permutálom, sőt, még ennél is sokkal többször kapom meg, mert még a második n-k-t is egymás közt permutálom, azok mind ugyanilyen tagot adnak. De az a lényeg, hogy ez nem függ attól, hogy ez csak az n-től meg a k-tól függ. Ugye meg kell szorozni k faktoriálisszor n-k faktoriálisra, ennyiszer adódik ez a konkrét tag, amit kiírtam. És no most már az összes többi permutáció, amikor valahogy átmegy, tehát valamelyik x, j kisebb egyenlő k-ra egy olyanba megy, ahol az index nagyobb, mint k, akkor az már egy olyat produkál, ahol k-ba vész valamelyik alfa kitevő az első k-ból, mert az egy a valahanyadikon. Tehát az összes többi permutáció az x-nek egy ennél kisebbedik hatványát adja. Igaz? És most ugyanezt végigjátsszuk a bétákra, az a lényeg az, hogy az k faktoriális, a m-k faktoriális, az nem függ se az alfától, se a bétától. Ott is k faktoriális, a m-k faktoriális tag van, ami ezt az iszonyatos nagyot adja, és a többi ahhoz képest elegyésző. És állítólag ez nagyobb egyenlő, mint ez, a többit bátran elhanyagolhatjuk, mert azok mind borzasztó kicsik lesznek ehhez képest. És kész vagyunk. Ez garantálja, ez csak úgy lehet, ahogy az x-el tartok a végtelenhez, akkor ez a dolog csak akkor lehet igaz, hogyha a szumma alfa j k-ig elmenve nagyobb egyenlő, mint szumma béta j a k-ig elmenve. Tehát beláttuk a könnyebb irányt. A nehezebb irányt azt, abban most nem kezdek bele, azt majd attól tesszük függővé, hogy a végén mennyi idő marad. Ne felejtsétek el, hogy van egy olyan racionálénk, hogy én nekem nem az az elsődleges célom, hogy egyenlőtlenségeket ismertessek. Tehát nem, annak a bizonyítását meg lehet találni könyvekben. Hanem inkább arra szeretnék koncentrálni, hogy hogyan kell használni az ismert egyenlőtlenségeket, különös tekintettel feladat megoldásokra, de hát nem szigorúan csak ilyen haszonelvű dolgokra. Jó? Úgyhogy mindjárt talán nekifognék a másik, a nehezebb házi feladatnak, szóltam én előre, hogy nehéz, de hadd kérdezzem meg, hogy mennyi időnk van. Hát ez nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy elmondjam persze elég lenne, hogyha az lenne a cél, hogy gyorsan elmondjam, de nem ez a cél, hanem az, hogy megértsük, hogy mi van. És tényleg szeretném, hogy ezt lássátok rendesen végig számolva. Mert hát ez olyan, mint a tanulás általában, hogy a kisgyerek is úgy tanulja meg, hogy
átmehet a pallón a folyón, hogyha egyszer megmutatják neki, és ő is látja egyszer, hogy tényleg át lehet menni, és nem esik bele az ember a vízbe. Most én szeretném megmutatni, hogy ezt a látszólag bonyolult házi feladatot, sőt, nem látszólag, hanem bonyolult házi feladatot, ezt tényleg meg lehet csinálni, és nem kell megijedni tőle. No, lássuk, hol vannak a följegyzéseim. Ugye maga a feladat, először azt szeretném fölírni, hogy hogy szólt. Na mindegy, eszembe fog jutni. De szóljatok, hogyha nem így szól. Tehát azt mondta a feladat, hogy 1 per 4A négyzet mínusz AB plusz 4B négyzet. Ciklikusan, de most megint az az eset van, hogy kiírom. Mert 4B négyzet mínusz BC plusz 4C négyzet plusz 1 per 4C négyzet mínusz CA plusz 4A négyzet. És azt mondta, hogy ez nagyobb egyenlő, mint mi volt a konstans? 7. Mondja valaki a 9 per 7 szer A négyzet plusz B négyzet plusz C négyzet. Ugye ellenőrzés, ha mind a három egyenlő, akkor ezek itt, hát, mondjuk mindegyik 1, akkor ez 3 heted, és ez meg 9 per 7 szer 3, és tényleg az is 3. Jó, ez volt a feladat. Ha jól láttam, itt egy megoldás érkezett, úgyhogy majd jobban megnézem a papírosokat. Ez tényleg nehéz, és az ember nem tudja, hogy hogy kezdjen neki. Na most emlékeztetek rá, hogy én mondtam, hogy az általában nem egy jó ötlet, amikor ilyen egyenlőtlenség van, amiben ilyen törtek vannak, hogy akkor felszorozni a nevezők legkisebb közös többszörösével. Az nagyon gyakran elmossa az összes nyomot, és utána az ember ott áll reménytelenül egy nagyon bonyolult dologgal. De ebbe a konkrét esetben, lévén, hogy semmilyen más ötletünk nincs, szóljon, akinek van, de egyszerűen nem látjuk, hogy mit csináljunk, hát Isten neki, megszorzom a nevezők legkisebb közös többszörösével, vagyis a nevezők szorzatával. Látszólag ijesztő, de valójában nem olyan borzasztó a dolog. Most egy kis türelmeteket kérem, amíg megtalálom a megfelelő följegyzéseket, mert itten ezt igazán nem memorizáltam az együtthatókat. Egy siker már van. Így jár az, aki túl sok följegyzést készít. Na jó. Tehát jelzem, hogy mit kapok, hogyha mindent átszorzok, ugye? Például ebből lesz, ez eltűnik, viszont megjelenik ennek a három dolognak a szorzata. Tehát a következőt kapom. 7-szer A négyzet plusz B négyzet plusz C négyzet. Szer.
Ennek a kettőnek a szorzata, de ezt most már tényleg a ciklikus jelöléssel írom, vagy inkább a szimmetrikusnak hívom a dolgot, mert tehát veszem azt, hogy 4B négyzet mínusz BC plusz 4C négyzet szer 4C négyzet mínusz CA plusz 4A négyzet, és ezt ízlés szerint szimmetrikusan vagy ciklikusan látszik, hogy ez is mindegy, hogy milyen irányba megyek, vagy szóval nem számít a, nincs kitüntetett sorrend. Tehát, és egy ilyen szimmetrikus vagy ciklikus összeget, azt meg világos, hogy akármelyik tagjánál elkezdhetem, mert vagy az összes permutációt csinálom belőle, vagy az összes ciklikusat. Tehát, hogy ez mínusz 9-szer ennek a három dolognak a szorzata, az pedig, most váltogatom a jelölést, ciklikusan a szorzata annak akármelyiknek, mondjuk 4A négyzet mínusz AB plusz 4B négyzet, egy valamire fölhívom a figyelmet. Itten a szokásos produktum jelölések használata mellett ezt a dolgot zárójelbe kéne tennem. Mert ugye, ha nem lenne itt ez a ciklikus dolog, akkor ez azt jelenteni, hogy a 4A négyzeteket bármikon fussanak, és azok összeszorzom, mínusz AB plusz 4B négyzet. De ez a ciklikus, ez nyilván azt jelenti, hogy a minden utána következőre vonatkozik a ciklikus, amíg nem változik a kép. Tehát azt kéne belátni, hogy ez az egész dolog, ez nagyobb egyenlő, mint nulla. És mondom, ez pláne, ha az ember még tényleg mindent kiír, akkor ijesztőnek néz ki. De azért annyira nem ijesztő. Mert, mint mondtam, egy szimmetrikus polinomon van. Tehát, hogyha én megnézek egy konkrét tagot, mit tudom én, először is vegyük észre, hogy egy homogén hatodfokú polinomot kaptam. Tehát minden tagja hatodfokú, tehát az A, B, C kitevőinek az összege az összesen 6. És mindegyik egy nem negatív egész szám. És még egyszer mondom, megnézek egy olyan tagot, hogy mit tudom én, A köb B négyzet C, azt összeszámolom, hogy hogy kapok ilyet. Ugyanaz lesz az együtthatója a másik 5 hasonló tagnak. Tehát, hogy például A, B köb C négyzet, meg stb. Tehát, ahol a kitevők 3, 2, 1. És ilyenből nincs olyan sok, ezt egész pontosan meg lehet mondani, hogy hányféle tag lesz, mert ugye tudjuk, hogy Pn jelöli egy n pozitív egész szám partícióinak a számát, tehát hogy hányféleképpen írható föl az n az pozitív egész számok összegeként, tehát hogy egy példán jól megértsük, P5 az 7, mert az 5 az úgy írható, hogy vagy 5, vagy 4 plusz 1, vagy 3 plusz 2, vagy 3 plusz 1 plusz 1, vagy 2 plusz 2 plusz 1, vagy 2, 1, 1, 1, vagy végül 5 darab 1-esnek az összege. Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 féle. Tehát az 5 szám partícióinak a száma 7, és ugyanez, tehát például a 6-nak a partícióinak a száma az 11. De most engem a 6 partíciói érdekelnek, de csak az olyanok, ahol legfeljebb 3 tagra particionáltam. Az A kitevője, meg a B kitevője, meg a C kitevője az együtt 6, és azért mondom, hogy legfeljebb 3, mert végül is 3 kitevő van, de a nullákat nem szoktuk külön jelölni. Tehát a általában PKN-nel jelöljük az N olyan partícióinak a számát, partícióinak a száma, ahol a tagok száma kisebb egyenlő, mint K. Apró kis házi feladat, nem kell leírni és nem kell beadni, csak gondolkozzatok rajta.
Ez a szám, tehát hogy az n-et hányféleképpen lehet felírni pozitív egészek összegeként, úgy, hogy az összeadandók száma legfőjebb k, ez ugyanaz, mint az a szám, hogy az n-et hányféleképpen lehet fölírni akárhány tagú összegként, de ahol minden összeadandó maga kisebb egyenlő, mint k.